Árhullám vonul le a felső Tiszán. Tavaly december óta 5. alkalommal emelkedett jelentősen a folyóvíz szintje. Felzárkóztató program 200 millió forintos támogatásból segítik a hátrányos helyzetben élőket Nagyecseden. Civil hétvége, kötetlen programokkal és közéleti előadásokkal várták a résztvevőket Pócs Petriben. Újabb árhullám vonul le a felső Tiszán, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Tavaly december óta 5. alkalommal emelkedett jelentősen a folyó vízszintje. A vízügyi szakemberek több mint 200 kilométeres szakaszon rendeltek el készültséget, Vásárosnaménynál már tetőzött a folyó. A Tisza ugye Vásárosnaménynál is már tetőzött, most jelen pillanatban Záhonynál tetőzik, és itt a tározótól lefelé itt van másodfokú készültség, holnaptól pedig a tározó létközító feltöltése, ami ugye még hiányzik, vagy lehetséges, azt fog megvalósulni. A felső Tisza vízgyűjtőjén volt olyan terület, ahol egy hét alatt 170 mm csapadék hullott. Többek között ez is okozta, hogy az elmúlt napokban újabb árhullám indult el a folyón. Ugye 2,5 hónap alatt ez az 5. árvíz, vagyis a töltéseket is terhelő áradás alakult ki a Tiszán, és a mellék folyókon is helyenként. Ez ritkaság. Ennek oka az, hogy télen nem havazás van jellemzően, hanem az eső esik, és ha esik az eső, a hegyvidéki hólével egyesülve okozza itt nálunk az árvizet. Ez a mostani februári árvíz kiváltó csapadék 2 hullámba érkezett. Február 4-én, 5-én egy előkészítő árhullám vonult le, az készültséget nem okozott. A csütörtök pénteki csapadék, a múlt heti csapadékkal együtt viszont egy újabb árhullám vonult le, és ez, vagy alakult ki, és az vonul most le a Tiszán. A mellékfolyókon különösebben nem volt jelentős vízmozgás. Ez a Gergely-Ugornyai üdülőövezet Vásárosnamény mellett. Itt már tetőzött a Tisza, 765 cm-en volt a legmagasabb a vízszint, ami utoljára 2010-ben volt ennyi, illetve ettől magasabb a városnál. A Beregben vízpótlási céllal már zajlik a víz kivezetése. A beregi tározó területére van vízbevezetés, vízpótlási céllal. Ugye nem a nagy szegmens kapuk vannak megnyitva ilyenkor, hiszen itt csak jóval kevesebb vízhozammal kell tölteni a csatorna rendszert, amelyik ugye erdőknek ad vizet, holták feltöltés van folyamatban, mentett oldali holták feltöltés, illetve anyagnyerő helyek, amiből annak idején a töltések épültek, azok egy mélyebb területek lettek, kiépült hozzá a megfelelő csőzsilip, és ezeken keresztül töltjük, hogy folyamatban van a tiszai árhullámból a vízkivezetés, vízpótlási cél a csatornarendszerbe. Körülbelül 500 000 köbméter lesz így betározva. Nagyon kell figyelni a belvízhelyzetre is, mert ez, ugye, ahogy mondtam, lehet még csapadék, lehet még eső, és a már telített talaj nagyon könnyen kialakulhat, már káros vízelöntés. Az elmúlt napokban a felső Tisza vízgyűjtőjén már nem volt számottevő csapadék tevékenység. Az árhullámnak ezért érdemi utánpótlása nem érkezett. Így folytatódik az árhullám levonulása. A veszettség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kialakult magas kockázata miatt február 24-25-e között soron kívüli róka vakcináznak a vármegye teljes területén. Idén eddig 8 esetben állapította meg a Nébik laboratóriuma a betegség jelenlétét, legutóbb február 12-én egy kispalád mellett monitoring vizsgálat céljából kilőtt rókából azonosították a vírust. A tavaszi immunizálást megelőző rendhagyó intézkedés célja a járványügyi helyzet javítása, a betegség szomszédos területekről történő újbóli behurcolásának megakadályozása, a házi állatok védelme és természetesen az emberi megbetegedések megelőzése. Az érintett térségben ebzárlat és legeltetési tilalom lép majd életbe.
A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció elősegítését szolgálja az a 200 millió forintos visszanemtérítendő támogatás, amelyel Nagy-Ecset szegregátumában élő hátrányos helyzetű lakosait segítik. A közösségi együttműködés céljából közösségfejlesztést, közösségi akciókat, hitéleti rendezvényeket és identitás erősítő programokat valósítanak meg. A fejlesztések eredményeként a bevont célcsoportok a társadalmi közösségek aktív tagjává válnak, így a városban élők életminősége és a közösségi együttélés is javul. Nagy-Ecseden a Síp utcai közösségi ház higiénés centrumként működik, jelenleg 210 fő részére készül egyéni fejlesztési terv. Ennek az egyéni fejlesztési tervnek a végrehajtásában pedig főállású vagy részmunkaidős szociális munkások fognak segíteni, folyamatos jelenléttel és az ő életvitelük folyamatos mentorálásával, amintől azt várjuk, hogy a program végére, ugye ez egy 3 éves program, azt reméljük, hogy a 3 éves program végére azokat a mindennapos problémákat, legyen ez anyagi, legyen ez mentális, legyen ez higiénés, legyen ez a gyerekeknek az iskolába való járása, a lemorzsolódás elkerülése, a napi tisztálkodástól, a környezetnek a rendben tartásától, és sorolhatnám azokat a valós problémákat, amikről tudunk a mély szegénységben élők, különösen a szegregátumban élők esetében, ezeket a problémákat szeretnénk mérsékelni. A kora gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztések érdekében iskolai lemorzsolódást segítő programok valósulnak meg. Itt a szülők azokat a technikákat tudják elsajátítani, amivel otthon is tudják fejleszteni gyermekeiket. Vizuális kép, kommunikáció, olvasnak a képről, elolvassák a szöveget. Ők maguk ugye egyrészt az olvasás élményével gazdagodnak, a történetek feldolgozásával. A történeteket lebontjuk a saját életünkre, és ebből ugye rengeteg konklúziót, konzekvenciát tudnak levonni. Úgyhogy én azt nagyon fontosnak tartom, hogy így hazaviszik ennek az olvasás, a mese kultúráját, gyakorlatilag a könyvet hazavihetik, és ezáltal ugye lesz egy otthon egy kis úgynevezett kis minikönyvtáruk, amikor bármikor leveheti a gyerek a polcról a könyvet, és azt mondhatja, hogy elviszi az óvodába, és ő is vitt valamit. A foglalkoztatás elősegítése mellett egészségügyi szolgáltatás, életvezetési tanácsadás, háztartási ismeretek és közbiztonsági tanácsadás is igénybe vehető. De az identitás megőrzését, önbecsülés fejlesztését is fontos célként tűzték ki. Az a fajta tradicionális szokások, amik értékek, azokat szeretnénk, hogy megőrizzék, megismerjék, és hozzá szokjanak, és cigánynak lenni nem bűn, cigánynak lenni jó, cigánynak lenni érdemes, mert cigányok vagyunk. A polgármester bízik abban, hogy látványos eredményeket tudnak elérni, ez pedig motiváció lehet azok számára is, akik most nem kerültek be a programba. Halálos vonatgázolás történt kedveste Nyíregyháza közelében. A Debrecenből Záhonyba tartó személyvonat a nyílt pályán ütötte egy embert. A baleseti helyszínelés idején Császárszállás és Nyíregyháza között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Pócs Petriben szervezett civil hétvégét az Itthon Fiatalon Szülőföldön Egyesület és az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség. A két napos eseményen aktuális közéleti témákban hallhattak előadásokat a résztvevők. A rendezvényen átadták a Hieroteosz Egyesület által 2020-ban alapított Vármegyei civil díjat is. Idén Jackovicsné Csoma Enikő, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ tanácsadója, és Rózsa Zoltán népzene tanár vette át elismerését. Nekünk ez büszkeség, hogy itt lehetünk, ebbe a büszkeségpontba. Mindenki tudja a 48-as eseményeknek a végkimenetelét és a megbélyegzését Pócs-Petriben. Közel másfél évtizede szervezi meg az Itthon Fiatalon Szülőföldön Egyesület közösségépítő téli hétvégéjét. A rendezvénynek minden évben más helyszín ad otthont. Idén Pócs-Petriben várták a határon innen és túlról érkezőket. A Lélekben rendben a Hármas határ mentén című eseményen, a kötetlen programok mellett aktuál politikai témákban is hallhattak előadásokat a meghívottak. Megéljük kultúránkat, ez az egyik része, és fölkészülünk mindarra, ami Európában és az önkormányzati világban, pont emiatt az életmódunk, a kultúránk megvédése miatt ránk vár. Nekünk nagyon egyszerű az üzenetünk, nekünk fiataloknak, no war, no gender, no migration. Nemet mondunk mindarra, ami egyfajta érzékenyítés,
és mindent igenlünk, ami a keresztény kultúránkból és a magyar életmódból kisugárzik, és ilyen a disznóölés hagyománya, és ilyen az is, hogy mi fiatalok a szülőföldünkön szeretnénk megmaradni és gyarapodni. A kétnapos rendezvény szervezésében az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség vármegyei szervezete is részt vett. A szövetség országos alelnöke Benk község polgármestere lett a közelmúltban. Fiatal polgármesterként őszintén az a célom, hogy bevonjam a hozzám hasonló értékrenddel rendelkező szemléletmódú fiatalokat a közéletbe, akár már az idei választásra is. Már mondjuk tegyük fel, itt volt az unokatestvérem, nagyon érdekli, látja, hogy fiatalként is el lehet indulni a közéletben. Én is félve indultam el polgármesternek 28 évesen, de nem bántam meg. Úgy gondolom, hogy egy ilyen X-es esemény, egy ilyen X-es rendezvény tényleg nagyszerű helyszíne lehet annak, hogy találkozzunk a barátokkal, a fiatalokkal. A rendezvényen elismeréseket is átadtak. A Hieroteos Egyesület által működtetett civil közösségi szolgáltató központ 2020-ban hívta életre a vármegyei civil díjat. A három díjazott közül Jackovicsné Csoma Enikő, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ tanácsadója, valamint Rózsa Zoltán népzenetanár a helyszínen vették át az elismerést. 18 éve tanítok citarát, tehát már több generációja is felnőtt a kezem alatt, sőt már lassan azoknak a gyerekei is jönnek hozzám, akiket legelőször tanítottam, már olyan korban vagyunk, és tehát ez is egy ilyen küldetés, egy misszió, hogy ezt a kincset, amit itt ránk hagytok, ez a világon egyedülálló több mint 400 ezer dallamotból bizonyos dallamokat megőrizzünk, továbbadjuk, ez egy nagyon fontos feladat, én úgy gondolom. A kétnapos civil rendezvény vendégei között köszöntötték Cseke Attilát, Románia volt fejlesztési miniszterét, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátorát is. A politikus a közösségépítés fontosságáról, a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről tartott előadást. Kedden 18 óra körül jelzés érkezett a katasztrófa védelemhez, hogy Anarcson a Vasút utcában két hete nem láttak egy férfit, nem érik el, pedig az autója is a ház előtt van. A 100 négyzetméteres családi házba a tűzoltók hatoltak be, majd megtalálták az ott élő középkorú férfi holttestét. Egy matrac égett korábban, amelytől az épület minden helyisége kormos lett. Az eset pontos körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni. A fekete alapon fehérrel rajzolt rajznál élvezem a feketének azt a csodáját, amely mélységet és titokzatosságot ad. Így beszélt H. Németh Katalin pénteken kiállított grafikáiról. A Szemmagasságban című tárlaton a kezdeti alkotások mellett újabb képek is láthatóak. Lahocsinszki Ágnes és a Vikel Sándor Zeneiskola növendékeinek műsora nyitotta meg a Nyíregyházi Városi Galéria legújabb kiállítását. H. Németh Katalin tárlata kapcsán Halkóné dr. Rudolf Éva arról beszélt, ha a kultúráról van szó, Nyíregyháza az egyik legszínesebb és leggazdagabb vármegye székhely. Nem múlik el Nyíregyházán olyan hónap, hogy bármilyen vagy valamilyen kulturális esemény ne történjen a városban. Nyíregyháza nagyon gazdag és színes kulturális életben büszkélkedhet. Az irodalom terén, a zeneművészet, a színház terén, a táncművészet terén. És ma a képzőművészetnek az egyik fellegvárában vagyunk a Városi Galériában. A Szemmagasságban című kiállításon a grafikus művész régi barátja, székhelyi Edit festőművész arról beszélt, hogyan jelenik meg a kiállított grafikákon az egyensúly és a harmónia keresése, az alkotó viszonya az emberekhez, és hogy mennyire hatja át az egységesség a kiállított alkotásokat. Van egyfajta következetesség, vannak benne állandó jegyek, de ha kronológiában közelítünk a legutóbbi munkáihoz, akkor észreveszünk egy folyamatot. Egyrészt tartalmában nagyon komoly emberi kérdésekről, netalántán az Isten szeme című munkájában már a lét utáni lét kérdéseiről is kérdez Kata. Megnövekszik a felület, és ezzel párhuzamosan
összegződik a kifejezésmód, tehát tömörít. A kiállítás egyfajta életmű összegzés, hiszen láthatók benne korai alkotások, és mivel a grafikus művész a mai napig aktív, újabb képek is. A kezdetben is, meg mind a mai napig járok művésztelepekre, és a művésztelepek egyikén, úgy a korai szakaszban megpróbáltam, hogy mi vagyok én tulajdonképpen. Megpróbáltam a plasztikát, a festészetet, a textilt, és akkor elkezdtem festeni. Eljutottam a sötétbarnáig, a sötétzöldig, és az fokozatosan sötétedett fekete lett, és megmaradt a fekete és a fehér. És aztán ehhez még hozzátársult az én analitikus szemléletem, meg hozzátársult az, hogy kicsik voltak a gyerekeim, és ez járt a legkevesebb kipakolása, de nem ez volt a döntő, hanem az én szemléletem, és az, amit észrevettem magamon, hogy sok más olyan apróságot észreveszek, amit más nem, és ezt rögzítem. A Szemmagasságban című kiállítás március 14-ig tekinthető meg a Nyíregyházi Városi Galériában. A grafikus művész hosszabban beszél életéről és az alkalmazott technikákról a Péntek Esti Weekend című műsorunkban. Fiatal kézilabda kapusok számára tartott szakmai napot Nyíregyházán két korábbi válogatott játékos, az olimpiai ezüst és bronzérmes Farkas Andrea, valamint a KEK, illetve EHF kupa győztes Pastrovics Melinda elméleti és gyakorlati foglalkozáson igyekezett átadni tapasztalatait az érdeklődő lányoknak és fiúknak. Szűk egy évvel ezelőtt Újfehértón már tartott egy hasonló rendezvényt a páros. Ezúttal a Vármegyei Szövetség meghívására érkezve Nyíregyházán, a Tiszavasvári úti csarnokban 20 fiatalt igyekeztek hozzásegíteni ahhoz, hogy minél jobb kapussá váljanak. Az olimpiai ezüst és bronzérmes 131-szeres válogatott Farkas Andrea a mentális képzés fontosságáról tartott előadást. Ezt próbáltam a srácoknak is most elmondani, hogy saját tapasztalatból érezzék azt, hogy ennyi idős voltam, amikor én indultam, és hova lehet eljutni úgy, hogy közben jönnek a nehézségek, hogy áldozatokat kell hozni, hogy fel kell dolgozni ezeket a kudarcokat, és tovább kell lépni belőle. Én azt hiszem, hogy elégedett lehetek azzal a pályafutással, amit én elértem. Fontosnak tartom, hogy beszélgessünk egy kicsit ezekről a dolgokról, hiszen a kapus egy nagyon speciális, mondhatni azt, hogy egyéni játékos egy csapatjátékon belül, és hogy beszélgessünk ilyen dolgokról is, és hogyha már egy szót, egy mondatot elvisz, vagy úgy áll föl innen, hogy azt mondja, hogy valamit beépítek az én saját egyéniségembe, és valamitől most könnyebb lett nekem, vagy jobb lett, akkor már megérte. A 25-szörös válogatott KEK és EHF kupa győztes Pastrovics Melinda szerint már fiatal korban is rendkívül fontos a speciális képzés. Ennek a programnak a célja, hogy 12 éves korosztálytól 16-7 éves korosztályig, ugye nagyjából ez a tapasztalat, hogy most már rendszeresen részt vesznek a kapusképzésben, a megyei képzésben a gyerekek. Azt gondolom, hogy korosztálynak megfelelően, de a legfontosabb az, hogy ezek a gyerekek azok az alapdolgokat, amiben később tud boldogulni a kapuba, ugye a technikák, az alaptechnikák, alap lábmunkás gyakorlatokat, koordinációs gyakorlatokat, egyensúly gyakorlatokat mutassunk nekik, tanítsunk minél több olyan dolgot, amivel gyakorlatilag a célja az, hogy megtanulja a gyerekkorban azokat a dolgokat, hogy kell kezelni, hogy kell irányítani a saját mozgását, hogy kell koordinálni. Nagyon fontos ez kiemelt, én úgy gondolom az utánpótlás képzésben ezek az alapdolgok, amivel majd később ezt hasznosítani tudja, minél idősebb lesz, annál célszerűbben tudja végrehajtani a feladatokat. Pastrovics Melinda elmondta, azért dolgoznak, hogy a fiatalok befussák azt a pályaívet, amelyre tehetségük predesztinálja őket. A párossal ebben az évben egyelőre nem ismert helyszínen még találkozhatnak az érdeklődő kapus növendékek. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Újabb árhullám vonul le a felső Tiszán, tavaly december óta 5. alkalommal emelkedett jelentősen a folyó vízszintje. A vízügyi szakemberek több mint 200 kilométeres szakaszon rendeltek el készültséget. Vásáros Naménynál már tetőzött a folyó.
folytatódik a szegregátumban élőket fejlesztő program Nagyecseden. Az Együtt egy jobb életért elnevezésű pályázaton 200 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert az önkormányzat. Az összeg a Nagyecseden élő hátrányos helyzetű lakosok közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítését szolgálja. Közösségszervezés, közéleti előadások, díjátadás, kétnapos civil hétvégét szervezett az Itthon Fiatalon Szülőföldön Egyesület és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség vármegyei szervezete. Az eseményt több mint 10 éve rendezik meg a vármegye különböző településein. Idén Pócs Petriben találkoztak a résztvevők. Február 14-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtökön este ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Csütörtökön a pára kötfoltok megszűnnek, általában több órára kisüt a nap, de főleg a Dunántúlon helyenként erősebben megnövekedhet a felhőzet, csapadék nem valószínű. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 10 fok között várható.